Egy könyvemutatóra gyűltünk össze, Kalász Zoltán könyvemutatójára, amit hasznos mutató munka előzött meg. Mikrofon! Nem kell. A könyv létrejött egy hosszas kutató munka előzte meg, és szeretném Kalász Zoltán kollégáit is köszönteni, és elmondani, hogy a ma esti rendezvény a Kossuth Klub keretében valósul meg, és el is adnám a szót Keserű Zoltán tanár úrnak, aki beszél egy kicsit a klubról, illetve Kalász Zoltán könyvéről. Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek, talán meg tudom spórolni a mikrofont. Köszöntök mindenkit, kedves hölgyet, a Kossuth Klub újabb rendezvényén. Nagyon örülünk, hogy a szolgálat újra itt lehetünk, hiszen elindult egy rendezvény sorozat 2018-ban, amikor a Kossuth Klub megalakult, Kalász Zoltán barátom, Katona Ferenc, mint főkezdeményező, és szerénységem karöltve, és rendezvényeket szerveztünk, célunk, történelem közelebbhozása az emberekhez, ismertető jelleggel, nagyon szép rendezvényeken vagyunk túl, többen önök közületek itt voltak ezen a rendezvényeken, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk ezekre a rendezvényekre, hiszen olyan neves előadók voltak itt vendégeink, mint például Herman Róbert történész, a Hadtudományi Múzeum főigazgatója, vagy Csorba László, a Nemzeti Múzeum civilizációs igazgatója, Lengyel Beatrix, a Nemzeti Múzeum fotótárának vezetője, vagy dr. Reznák Erzsébet, a Cegvédi Kossuth Múzeum főigazgatója. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szép előadásokat hallhattunk. És ez a legelső, csak azért is külön megemlítem, mert Fogel Tibor tanár úr előadása volt, a 1848-1842 szabadságharc előzményei és tevékenységei, de utána pedig mindenféle más megközelítésben foglalkoztunk a szabadságharccal, Kossuth-tal, a szabadság eszméjével, a szabadságharc utáni évekkel, Kossuth amerikai tevékenységével és a százas küldöttséggel, akik elutaztak Kossuthoz, Szegvédről. Szóval sok minden foglalkozott a Kossuth Klub, hiszen ezt tűztük az ászlunkra. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy egyéb más történelmi dolgot népszerűsítünk és próbálunk közelebb hozni a lakossághoz, és ez a mai is ilyen helytörténeti dolog, hiszen Gál Gastonról szól az a könyv, amelynek a bemutatójára most sor kerül, és Kalász Zoltán barátom írta, és Gál Gaston, azt gondolom, a bogláriaknak nem kell bemutatni. De nem akarok előre szaladni, hiszen nálam avatottabb képviselők fognak majd erről beszélni, én csak egy pár gondolattal szerettem volna felvezetni ezt az estét, és bízom benne, hogy majd a következőkben is most már lesz lehetőségünk szervezni ilyen összejöveteleket. Köszöntetjük Önöket, titeket ebben a körben, a Kossuth Klub kereteiben, és a történelem népszerűsítésében is reméljük, hogy mindenkinek hasznára lehetünk. Bemutatnám vendégeinket, először Varga Ivettet, a Siófoki Szakmai Centrum, Bacsák György szakgimnáziumának magyar tanárát, igazgatóhelyettesét, aki moderálni fogja az estét. Köszöntöm Fogel Tibor urat. Köszönöm Bacsák György szakgimnázium történelem tanárát, aki feljutott a téma iránt. És köszöntöm Vas Zoltán urat is, aki szintén Kalász Zoltán barátom kollégája, a néphangja, az olvasó, nagyon szeret olvasni, rengeteget olvas, óriási könyvtára van, úgyhogy azt gondolom, hogy minden szegmensből kaptunk itt valakit, aki moderál, aki történelem, aki az olvasói részről jön, és nyilván a szerző, Kalász Zoltán barátom.
engedjék meg egy pár gondolattal a Gárgoszton című könyv hátuljáról olvassak fel egy pár sort, amit Marga Ivett írt ez a könyvhez, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó felütés lesz erre a mai estére. A 21. századi csúcstechnológiák korában papír alapú, boglári érdekeltségű, történelmi személyiségű szóló, lapozható, nyomdában születő könyvek létrehozni merész vállalkozás. Egy húsvér, a történelem tanítással hivatásként gondoló, a digitális létben elkényelmesedő középiskolásokat tanulásra, előadásmódjával ösztözni tudó, elhivatott tanárnak lenni manapság merész vállalkozás. Kollégaként a tanáriban megmaradni nyitott és érdeklődő, következetes és nyílt kommunikációjú, segítőkész személyiségnek megmaradni merész vállalkozás. Napjainkban lokálpatriótaként a közösségért szívvel, lélekkel, konfliktusokat felvállaló erős ellemmel, hittel és elvekkel megélni kisvárosi képviselőként 7 ciklust, benne 2 tartógrámelnökként, merész vállalkozás. Egy minden porcikájában reform szemét bemutatni ma, akinek életútja, politikai pályája, és így aztán utókor szerinti megítélése is állandóan változik, merész vállalkozás. Most, a sok-sok munkaórát átdolgozva, látva és értékelve, egy hatalmas munkát, izgulva a könyv fogadtatásán, a szerző maga is azt mondja, merész vállalkozás. Kedves Kalázdori kollégám! Nagyra tartó merész vállalkozásod, és kívánok tiszta szívből olyan orvosotábort, akik megértik a munkádon keresztül Pázmány Péter üzenetét. Öleléssel, Varga Ivett kollégám! Köszönöm szépen a figyelmüket, és nem tudom tovább a szót, átadom a szót Varga Ivettnek. Szép estét kívánok mindjárt! Köszönöm szépen! Lehet, hogy én is beérem hanggal, mert szoktam általában érni. Hát akkor gyorsan ezen a felvezetésen én végig is futnék, Zoli, hogy valóban merész vállalkozás? Most így látva a nézősereget, itt érdeklődőket, a fogadtatást. Mit gondolsz? Igen. Igen. Kicsit bővebben, igen. Én is még az előző felolvasás tulajdonképpen, hogy igazából megértessük a választ, ennek a könyvnek az elkészülési ideje, ez elég hosszúra sikerült. És ezt pár gondolatot el kell mondanom, hogy születésünkről fogva dr. Szilvert László Laci barátommal mi tulajdonképpen együtt nőttünk fel. Mégis a Gárgasztó nevet, hogy ő a dédunoka, gimnáziumban történelmi tanárunktól hallottam először, hogy a kisgazdapártnak a vezetője Gárgasztó, akkor Laci barátom odajött, és annyit mondott, te az, az én dédapám. Hát rösteltem a dolgot, hogy kellett volna tudnom, és telt az idő, főiskolán szerettem volna a szakdolgozatomat ebből jönni, de akkor azt javasolták, hogy inkább a Rákóczi Szabadságharc, mert évfordulók voltak, majd később a egyetemen is a francia hadifoglyokat, és így ment az idő, de mindig bennem volt ez a téma, és nem tudom, hogy voltak-e úgy, hogy amit mindig egy kicsit félreteszünk, az egy kicsit nyomaszt. És ez a nyomasztó érzés azért benne volt az emberben, és akkor 2013-ban, már amikor úgy 60 fele, úgy voltam, hogy most már tényleg oda kell figyelni, hogy legyen időm megírni. És akkor jött a megint egy újabb fordulat, hogy én úgy gondoltam, hogy ez is egy ilyen szakdolgozat formájában, egy 60-70 oldalon tulajdonképpen be lehet mutatni helytörténeti szempontból, mert végig én a helytörténeti
jelzőt fogom használni erre a könyvre, tehát egy helytörténeti személyiségről. És akkor láttam, hogy ez a szakirodalom sokkal nagyobb és mélyebb, mint én gondoltam, és az volt a merész vállalkozás, hogy ebből mit válogasson ki, aki nem jártas tulajdonképpen még az írói tevékenységet. És végig ez a kétel volt bennem, hogy mennyit kell a történelmi háttérből egy átlagolvasó számára közölni a történelemből, hogy közben egy politikus megértsünk, hogy milyen történelmi korszakban neki milyen cselekvési lehetősége volt, és ezt a cselekvési lehetőséget ő hogyan használta ki, karakán volt, egyenes volt, vagy nem volt annyira az, tehát mint egy jellemeznénk egy ember, és nekem ez okozta az egyik nehézséget, hogy miből mennyit. És megemlítettem a könyvben is, és itt vannak a testi barátaink is, és általuk találkoztam egy olasz újságíró hölgyel, és ő nagyon sokat lendített az egy mondatával, hogy annyit írjak, amennyit érzek. És ha annyit érzek, akkor annyit írjak, ha kevesebbet. És ez úgy megmutatott, és tulajdonképpen akkor átlendítem a kódponton, és sikerült befejezni ezt, hogy milyen lett az, hogy a kedves olvasók. Ez egy felvállalt munka volt a barátod felé, Dr. Tibet László felé, vagy pedig ezt magadban döntötted el, hogy te tartozol ennyivel a Gálvasszon emlékének? Én inkább úgy mondom, hogy a városnak. Persze, benne van a Laci is, meg az egész múltunk gyerekkorunk, meg a jó barátságunk, de úgy voltam, hogy megírták Varga Béla életét, és mindig csak beszéltek Gálvasszonról, de nem volt pont a mondat végén, és mondom, valakinek ezt a pontot azért meg kellene tenni, és meg érdekelt is, hogy egy helybéli nemes úr tulajdonképpen hogyan illeszkedik be a főleg a trianoni Magyarország után a saját kis közösségébe, és hogy lehet az, hogy egy vészterhes időszakban a saját parasztjai segítik a tanácsköztársaság alatt, hogy el tudjon bújdokolni. Tehát ez mind olyan érdekes téma volt, és tényleg szerettem volna erre a válaszokat megkapni. Akkor ezek szerint Gálvasszonról kapunk egy olyan képet, amely nyilvánvalóan rajtad keresztül szűrődött át, és jelenik meg a könyvben. Igen, de én ezt a szubjektivitást, mert mondom azért erre célzol, ezt a szubjektivitást lehet, hogy másik oldalon ez majd unalmas lesz esetleg, én sokat idéztem. Az idézet, az mindenkinek a saját értelmezése. Tehát nem volt prekoncepció, hogy na most én nekem így kell beállítanom ezt a szemét. Nem. Ahogy én is láttam, vagy ismertem a tényeket, úgy alakult, úgy formálódott előttem egy jelen. És jó, akkor itt egy pillanatra álljunk meg, és én azt javaslom, hogy akkor valamennyit tudjunk meg, hogy ki is az a Gálvasszon, anélkül, hogy az ő szubjektív érzéseit, érzelmeit átvetíteni. Tibi, bemutatnál nekünk egy pár mondalat, hogy ki is az a Gálvasszon? Én is kezdhetném úgy, mint Zoli, hogy hol hallottam először Gálvasszonnak a nevét, és hát nekem is egy furcsa eset történt, hogy egyetemista voltam, akkor hallottam, hogy Gálvasszon volt a kisgazdapártnak a vezetője, és ő balatonboglári volt. És nagyon meglepődtem, hogy én erről nem tudok, de akkoriban még nem volt internet, úgyhogy nem sokat tudtam róla hirtelen kikeresgélni, és érdekes, hogy itthon édesapám mesélte nekem, aki volt Gálvasszon. Ő egy kovácsmester volt, de hát ugye ő a 30-as években már gyerek volt, nagyon sokat hallott a Gálvasszonról, tehát ő neki azért Balatonboglár környékén híre volt annak idején, és ő nekem elmesélte akkor. Tehát egy egyetemista fiatalnak a kovács mester édesapja meséli el, hogy itt a környékben Gálvasszonnak milyen híre volt, és hát ő
hogyan viszonyultak hozzá az itt lévő ugye, lakosok annak idején. Hát ez így történt, és aztán Gálgasztónnal kapcsolatban ugye azt kellene kiemelni, hogy egy igazi homo politikus volt, tehát aki a közéletben részt vett, azt próbálta alakítani, fiatal korától kezdve, hiszen a vármegyei politizálásba már 30 éves korába bekerült, és aztán egészen végig haláláig a helyi balatonboglári, illetve a vármegyei, tehát Somogy megyei politikai életben részt vett, és azt aktívan alakította, és aztán ment fölfelé országos szintre, most csak esetleg, hát egészen ugye 1906-tól 1910-ig volt először országgyűlési képviselő, de fölkerült a parlamentbe, a lengyel-tuti körzetnek volt ugye az országgyűlési képviselője, az akkori függetlenségi pártnak a színeiben indult, és megnyerte ezt a választást, akkor még szintén fiatal ember volt, tehát 38 éves korában lett országgyűlési képviselő, és csak a kortársakat egy-két nevet sorolni, tehát az országos politikában, hogy ő ugye 1868-ban született Gálgaszton, és pontosan annyi idős volt, mint Horthy Miklós. Tehát Horthy Miklós is 1868-ban született. Akkor például Bethlen István, ugye híres magyar miniszterelnök, aki azt hiszem, hogy 6 évvel volt fiatalabb Gálgasztontól, vagy Teleki Pál gróf miniszterelnök, szintén országos ugye, politikai szereplő volt, aki 11 évvel volt tőle fiatalabb, vagy például Nagyatádi Szabó István, aki ugye Somogy megyei politikus volt, illetve hát a Kisgazdapártnak az elnöke volt, és 1920-ban az ország legnépszerűbb politikusa volt, Gálgasztónak személyes ismerőse, jó barátja volt, tehát somogyiak voltak mind a ketten, ő 5 évvel volt idősebb nála. Tehát ez az a politikus korosztály, ahova be lehet illeszteni ugye Gálgaszton. Tehát országgyűlési képviselő volt 1905-től, 1906-tól 1910-ig, akkor utána egy ideig az országos politikát mellőzte, csak a Somogy megyei politikába vett részt a vármegyében, és akkor jöttek ugye a 1918 után jöttek a nagy változások, ugye ő 4 rendszert élt át, a dualizmuskori Magyarországot, aztán a Károly Mihály féle köztársaságot, majd a tanácsköztársaságot, és akkor végül a Horthy rendszer, ugye az ő pályafutása. És ebből a 4 rendszerből tulajdonképpen 3 rendszer együttműködött, egyel ugye nem tudott együttműködni a tanácsköztársasággal, ugye ez érthető, és aztán amikor ezek a nagy változások történtek Magyarországon 1918 és 1920 között, akkor is vállalt tisztségeket. 1918 novemberében megalakult a Somogy megyei nemzeti tanács, annak is tagja volt, azt hiszem alelnöke volt, hogyha jól emlékszem. Akkor utána ugye a tanácsköztársaság az egy kiesés volt, egyszerűen Zoltán mondta, ugye, hogy bújdosni is kellett neki egy ideig ez alatt az időszak alatt, de utána ismét szerepet kapott, mert a tanácsköztársaság bukása után a Friedrich kormány ugye megszervezi újra a helyi közigazgatást, és Somogy megyében ugye kormány megbízotti feladatokat látott el Gálgaszton, és ezzel párhuzamosan Somogy megye főispáni tisztséget is ellátta. Tehát ugye ezek a megyében jelentős tisztségek voltak ekkor. Hát ez egy nagyon széles politikai pálya. Zoli, ehhez a könyvedhez készült anyagot azt gondolom, hogy nagyon széles skálán kellett mozgatnod. Hogyan fogtad meg ezt az egészet? Hogyan álltál neki? Hogyan tudtál válogatni? Mert ez egy óriási mennyiségű. Az alap, az a nemzetgyűlési jegyzőkönyvek voltak, de most tényleg nem kis adag volt. Egy jegyzőkönyv 4-500 oldal, és mondjuk az első két évben 27 ilyen jegyzőkönyv, meg a következőkben. A végén megmondom őszintén mindent nem olvastam el, hanem csak ahol Gálgasztonnak kapcsolatos.
annyit mondanék a Tibinek, hogy igaz, hogy három rendszer együtt működött, de mind a hárommal nagyon kritikusan működött. Mert itt van az a pont, és amit óvatatlanul is, de nem akarom megint a beszélgetést eredet irányba, de óvatatlanul is példa kellene, hogy legyen a mai politikusoknak, hogy hogyan lehet politizálni, hogyan lehet bírálni úgy, hogy közben nem sértem meg a másikat, az emberi méltóságát nem bántom, elismerem a másiknak a tevékenységét, de közben szilárdan képviseli a saját véleményét. És ő ezt tette tulajdonképpen 906 és 10 között, ő ugyanúgy a dualizmus rendszert is virálta, és utána pedig ezt a 12 évben tulajdonképpen végig, hol pártvezetőként, hol magányos farkasként, utána megint pártvezetőként, de végül is beérett neki az a becsületes képviselői magatartás és tevékenység, amit tulajdonképpen tényleg kiérdemelt a sorstól. Mert most csak egy példa, nem akarok könyvön, mert aki a kíváncsi olvasa, elképzelhető ma, hogy valaki önként lemondjon a országgyűlési elnöki tisztéről, azért, mert a saját pártjával adóügyben nem ért egyet. És azt kell mondani, hogy tulajdonképpen nem direkt csinálta ezt. Neki volt egy elve, ami mellett kitartott. És mindegy volt, hogy most barátai mit mondtak, ezt mondta, vagy azt mondta. Ő végigvitte következetesen. És már tényleg lehet, hogy a könyvben is kicsit már unalmas, amikor mindig, hogy a kisgazdák adóztatását állandóan, majdnem minden felszólalásában, és végül tulajdonképpen mellé áll az ország kisgazdatársadalma. És most ugye történetben nem szabad feltenni ezt a kérdést, mi lett volna, de most még egyszer mégis felteszem. Mi lett volna, hogyha nem evez át a túlpartra, nem fázik meg, és 64 évesen nem hal meg, mert effektíve miniszterelnöki aspiráció nem neki volt, hanem annak a pártnak, mert tulajdonképpen az a pártnak a képviselői száma is nőtt, és az országos pártá szerveződtek. Tehát ő elmondhatja azt, hogy tulajdonképpen az elvejéért való kitartás, az meghozta neki tulajdonképpen az elismerést. De sose vágyott nagy dolgokra, tulajdonképpen a történelem emelte mindig olyan pozícióba, és ő azt elvállalta. Amit említettél, tulajdonképpen nem tudom, hogy ki legyen a dunántúli kormánybiztos, mert nehéz feladata volt, és inkább irálatot kapott, mint dicséretet, de ő félvállalt ezt. Vagy? Nem, Zoli. Ja? Érdetetlenkedtem. Igen. Ja. Azt mondtad, hogy te vagy a nép hangja. Igen. Itt az áthallás kapcsán. Ahogy. Megkérdezhetünk. Hát igen, először is olyan, mintha én írtam volna. Nem. Csak nem vagyok történész, nem vagyok boglári, de emellett én is lokálpatrióta vagyok. Ami műszaki ember létemre nagyon megvan, természetesen szeretek olvasni, félelmetesen nagy munkát látok benne. Tényleg nagyon nagy, higgyék el. Az elején már olyan részletesen gálgaszton, hogy már szinte tudni véltem, hogy kedden milyen színű zoknit volt. Komolyan mondom, annyira az életútja tényleg nagyon jó. Ez a rengeteg irodalom, csak a felhasznált irodalom mázsákat nyom, és minden tiszteletem az Zolié, hogy ebben nagyon nagy munka van. Nem olyan, mint a Schmidt Valié. Nem olyan. Bocsánat, nem mondom neveket. Tehát nem akarok semmi politikát belevinni a dolgba. Nagyon, nagyon nagy munka, emellett viszont nagyon olvasmányos. Tehát én, aki a történelmet nem úgy szemlélem, mint a mellettem lévő tudós kollégáim, nekem is élményt adott.
ez a dolog, és engedjék meg, hogy egy nagyon jó részt hadd emeljek ki a könyvből, ami kísértetiesen hajaz mára. Nyomokban majd. Nyomokban. Majd. Nyomokban tartalmazza. A Budapesttől való pénzeszközök tervezett elvonásának tárgyalásakor éles bírálattal illették a kormányt. Mi lesz itt, ha ez a rendszer meginog? Mi lesz, ha egyszer, ne adj Isten, önök meginognak? Ki jön utánunk, uraim? Ki fogja elszámolni azt a sok-sok milliót és milliót, amelynek kiadását a hatalmas reprezentációs miniszteri termekből végig önök nyugodtan eltűrik? Amikor a munkástársadalom vajúdik, és az a nyomorult, névtelen adófizető polgár hazafiságból, nemzeti érzésből csendesen hurcolja tovább az igát. Nyomor van, ezt valamennyien tudják, de hiányzik az a gazdaságpolitikai kormánykoncepció, amely végre valahára már ennek a szegény dolgozó társadalomnak a hóna alá nyúlna. Miért nem szólnak az igen tisztelt miniszterelnök úrnak, hogy a sajtó információkra évántá pár százezer pengővel kevesebbet költsön, és azt mind adja oda a falura? A kormány elnöke csak akkor öleli magához a vidéket, amikor önök a választásokhoz masíroznak. A kormány az egyik oldalon aprólékos finansztakarékoskodást folytat, másik oldalon meg parádékra, luxusra, fürdőkre milliókat dobál el. Ezekből a milliókból, uraim, önök még egyszer el fognak számolni. Tehát azt mondanám önöknek, hogy napi aktualitása is van a könyvnek. Ez nagyon, tehát nem csak ez, az egész idézetek, tehát annyira jól ábrázolja Zoli a történelembe ágyazva Gál Gastont, hogy én csodálom ezt az embert most egy elolvasás után. És példaképpen lehet mindenkinek. Mi okozta a legnagyobb meglepetést esetleg a kutatásait során Zoli Gál Gastonnal kapcsolatban, vagy a tevékenységével kapcsolatban? Okozott-e egyáltalán? Hát, hogy amit olvastál róla, ahogy nyilatkoztak róla, ahogy megnyilvánult. Valahogy, tehát nyomon lehet követni, mint egy jó regényben, a jellemük fejlődését. Tehát a Gál Gastonnál is, ahogy a Tibi is mondta, elindult egy politikusi pályán, és azt kell mondani, hogy évről évre az ő becsületes, szorgalmas és felkészült tevékenységével azt kell mondani, hogy mindegyik oldalról, de tényleg ez így van, ahány párt vagy frakció volt az akkori országgyűlésben, vagy azt megelőzően a nemzetgyűlésben, tulajdonképpen köztiszteletet nyert. Vitatkoztak vele, és által kritikált, tehát, de sose bántották egymást. Az akkori nemzetgyűlésnek úgy fektették be az alapjait, az ügyrendnek, a nemzetgyűlésnek, hogy hogyan történik tulajdonképpen egy téma tárgyalása, hogy mindenki elmondhatta a véleményét, egy dolgot nem tehetett, hogy a képviselő társát személyében megsértse. És ez egy annyira tisztességes dolog volt, még hogyha nagyon kemény dolgok voltak abban az időben, mert nem egy egyszerű történelmi korszak 1919-20-21-22 az ország történetében, de mégis azért erre nagyon odafigyeltek. És akik ezt tényleg betartották. Tehát csak megengednek egy példa. Jó, hát akkor elmondom fejben, mert tulajdonképpen. Amikor ő lesz az elnöke, mert Rakowski lemondott, és akkor a bemutatkozó beszédében azt mondta, hogy ő mindenkinél be fogja tartani, ami a szabály, az szabály.
És ha valaki ettől eltér, neki mindegy, hogy kicsoda, hogy figyelmeztetni fogja, megvonja a szót. Attól is megvonja, hogyha valaki a másikra csak egy még a gondolatban is valami nem igazat mondani. És következetesen, ő a liberalizmust egészen másképp értelmezte, mint a többiek, de azt mondta, legliberálisabban fogja a szólásszabadságot képviselni, és ezt akkor mondja 22-ben, amikor olyan cenzúra van az egész országban, mert nem jelenhetnek meg képviselőknek a cikkei újságokban, mert azt is cenzúrázzák, és akkor a nemzetgyűlésbe mehetnek a viták. De egy dolog nem lehetett, amit mondtam, hogy másikat nem lehetett megsérteni. És annak ellenére, hogy ő lemond 22-ben, és egyedül lesz, de az maga az elvető nem tagadja meg, nem áll be egy másik pártba, ugyanazt a gondolatait, amit eddig is követett, azt hangsúlyozza, és vitatkozik miniszterekkel, miniszterelnökkel, és végül lám-lám 29-re tökéletesen igaza lesz, mert a nagy gazdasági világválság egy legyengült magyar mezőgazdaságot talál, és ez mind az adópolitikának a következménye volt. És tulajdonképpen akkor kezdődik újból az ő idézőben népszerűsége, és akkor keresi meg az már megalakult kisgazda párt, hogy az ő pártjával, mert egy agrárpártot közben ők létrehoznak, de ez egy szűk kör, hogy az agrárpárttal lépjen be a kisgazda pártba. Nagyon ügyesek voltak a kisgazda pártnak a vezetői, nem közismert személyiségek voltak akkor még, de egy dolgot nagyon jól csináltak, hogy együtt voltak a néppel. Tehát nem a nevük volt nagy, hanem a tevékenységük, és hihetetlen gyorsan egy országos mozgalommal tudták fejleszteni a kisgazda mozgalmat, és akkor kérik meg, hogy ő legyen ennek a kisgazda mozgalomnak a vezetője. És ő elvállalja, de mindig azt mondta, hogy ő nem vezér, hanem ő szolgálja a kisgazda társadalmat. Tehát, és ő komolyan gondolta ezt. Tehát tényleg ez ami nekem nagyon tetszett, hogy egy kicsit, akik tudják, hogy ugye a Kossuth nézeteivel úgy nagyon barátságban vagyok, de azt kell mondani, hogy ugyanaz az a parasztpolitika folytatódik nála, mert Kossuthéknál jobbágy felszabadítás volt, de csak az kapott földet, akinek volt jobbágy telke. A 20-as években nagyon sok embernek nincs terem volt, nem volt földje, és ő szerette volna, hogy megmaradva a középbirtok, de azért mindenkinek legyen, tehát mintha folytatta volna az 1848-as reformot, és ezt szerette volna. És ő az egész kisgazdatársadalommal tulajdonképpen, és a már később a pártjával is ezt szerette volna megvalósítani. És még egy nagyon fontos dolog, ami megragadott e kapcsán is, hogy rettentően elszántan harcolt a korrupció ellen. Egy teljesen bele volt ebbe, hogy mondjam, szinte rá, ebbe a helyzetbe teljesen bele volt, mindenhol, minden lehetőséget felhasznált, hogy a korrupció ellen harcoljon, és ez ki is nyilvánította több helyen is a könyvben lehet olvasni erről. A másik dolog még, ami tényleg erősen hatott, hogyha mi kicsibe ebbe a városba, mi is képviselők vagyunk. Tehát jobb lett volna előbb elolvasnom egyes idézeteit, meg kell mondanom, mert bátrabban kellett volna kiállni több dolog mellett. És utólag ezt be kell vallani, ha én ezt előbb olvasom az ő dolgait, akkor bizonyos kérdésekben képviselőként is hiszem... A mai tevékenységet csinálnád másképp. Igen, hogy tehát egy dolog, ami azért nagyon jól rálátott arra, hogy független képviselő nem úgy kell értelmezni, mint ahogy most értenek. A független képviselő az ő értelmezésében az, aki életvitelében független, és senkire nem szorul rá,
és aki nem szorul rá, az bátran mondja a véleményét. De aki rászorul más segítségére, és elfogadja más segítségét, akkor beleolvad abba a pártba, vagy csoportba, és ott már az ő szava az nem érvényesül, és elveszíti tulajdonképpen a függetlenséget. Nagyon érdekes dolog az ő képviselői felfogása. És a másik dolog, hogy ezt keményen megmondta a miniszterelnöknek, vagy a miniszternek, hogy ne üljünk fordítva a lovon. Ő azért képviselő, és neki kutya kötelessége, és ezt több helyre írja, hogy ő kérdezzen. Kérdezzen az országgyűlésbe, és annak a miniszternek, meg a miniszterelnöknek az a feladata, hogy válaszoljon. Nem az, hogy majd hónap, meg hónap után, hanem a következő ülésen válaszoljon, mert ők egy körzetet képviselnek, és ők a körzet problémáit hozzák az országgyűlés elé, akkor szeretnék a választ is hallani. És ebből nagyon sokszor volt vita, hogy miért kérdeznek olyan sokat a képviselők az országgyűlésen, és akkor ő ezt levezette kicsit hosszabb beszédbe, hogy mindenki jól lássa, és ez benne van tulajdonképpen az akkori alkotmány, vagy a képviselőnek joga, sőt kötelessége föltenni kérdéseket, és erre jogosan várhat választ. Úgy látom, hogy nem te kerested Gárgasztónak, mint témát, hanem a téma talált meg téged. Érdekének valami. Hát, igen. Az jó gondolkodás nyilvánvalóan. Meg ami megragadott, hogy nagyon szerette ezt a települést. Tehát egy igazi lokálpatrióta volt. Én nem is tudom, hogy volt neki ideje. Országgyűlési képviselő, megyei bizottság, most azt mondanák, hogy megyei közgyűlésnek a tagja, bográri képviselő, akkor a Balatoni intézőbizottsága benne volt, meg most is sorolhatnék valami 5-6 olyan társadalmi funkciót, tehát egyszerűen, ja, és akkor mellette asztalos műhelye is volt, és közben egyedül. És életet. Igen, egyedül. Tehát a szeretett felesége valami műtétben meghal, és nem nősül újra, és végig a gyerekeknek a tanítatását ő intézi. Tehát úgy látszik neki a 24 órában nagyon sok. És nem csak Balatonbogláriért, hanem gyönyörűen le van írva Badacsonyért, mit harcolt, a fakivásárok, vágások, a bazalt bányák bezárására, rettentő sok felszólásra. Tehát nem csak boglári lokálpatrióta, balatoni lokálpatrióta volt, mert rettentett sokat harcolt ezért a térségért. Van-e esetleg olyan, mint a fellelt, meg felkutatott anyagait között, Zoli, amire azt mondott, hogy ez még úgy benned maradt, tehát hogy ezt még úgy nem tudtad leírni, vagy nem sikerült kifejteni? Van, de én inkább azt szeretném, hogyha egy fiatal egyetemista, aki mondjuk most végzett, vagy van még ideje, és elolvasná, és folytatná, mert ez nem teljes. Tehát én mindig is azt mondom, hogy ez egy helytörténeti, ez nem egy teljes életrajza ennek az embernek, mert nagyon sok forrás lehetett volna még idehozni, de akik még tudományosabban, még szakszerűbben írnának róla, mert tényleg megérdemelni. Ha jól tudom, akkor itt van körülben a Lidonokkal, ugye? Igen. Szeretnék. Nem férnek oda, szeretnék. Szeretnék. Egy kérdést intéznék. A Lidonokkal. Lidonokkal, igen. Esetleg. Üdvözlöm, jó estét kívánok. A kezdetekben egy pár mondat elmondta az Zoli, hogy született a könyv ötlete, és köszönöm, hogyha közelebb jön. És mielőtt a kérdését felteszi, engedjem meg valami. Nem vagyok ehhez hozzászokva, tehát én ezek, akkor kérdezek. Valami egészen más, mindenkinek őszinte tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek a ma esti szívemhez új közel álló rendezvényre. És itt önök előtt, előttetek, engedjétek meg, hogy megköszönjem tényleg azt a hatalmas munkát Kalász Zoli barátomnak. Egyrészt, mint barát, másrészt a leszármazottak nevében is egy ikonikus képpel,
ami összeköti 2018. november 30-át a mai nappal. Zoli. Feleség, egy aggódó anya, egy rokon, egy családban nevelkedő, talán lokálpatriótának is nevezhetem magam, egy olvasó is Zoli esetében, hogy mint a dédunoka. Mit szólt a könyvhöz? Milyen volt a fogadtatása ön számára? Előmondtam, hogy szívemhez közel álló esemény. Igen. Nyilván minden mozzanatáról tudtam, ami készült, és a legnagyobb, most is csak a szavakat lehet keresni, meghatott. Meghatottan végig, hogy egyáltalán gyerekkori jó barátom erre adta a fejét, és hogy össze tudta hozni mindezt. Előtte is sok mindent megértünk, sok mindenben együtt dolgoztunk, nem lepett meg. Ezt nem tudtam volna megkérdezni, hogy volt-e benne esetleg olyan dolog, amit meglepetést okozott az ön számára? Azok nyilván itt a munkán kívül. A könyvből kiderült-e esetleg a dédpapáról valami olyan? Ezeket őszintén szólva sok mindent tudtam én is. Uh-huh. Volt, ami meglepetésként hatott, és egy élnék az alkalommal. Volt, ami meglepetésként hatott rám, mert olyan kísértetélyesen elvehetem? Természetesen. Olyan kísértetélyesen jeleníti meg kettőnk barátságát Palász Zoltánnal. Mindegyikünk tudja, mindenki tudja, aki ismer bennünket, hogy nem azonos a gondolkodási módunk bizonyos politikai kérdésekről. Attól függetlenül, mindentől függetlenül együtt nőttünk fel egymás szüleinél, gyerekkori jó barátok vagyunk, ami meg is maradt. És amikor a könyvet olvastam, akkor ez maradt meg bennem, kettőnk kapcsolatát illetően, hogy lánám, ezt nagyon pontosan dédapám fogalmazta meg, hogy nem a világnézeti és politikai meggyőződés különbözősége miatt mások az emberek, hanem szerinte az elválasztó vonalat a becsület, a tisztesség, az igazság szeretete jelenti. Egy dologra szeretnék reagálni. Igen, végigkövette Laci a könyvnek az alakulását. Egy szót nem szólt végig. Tehát nincs olyan része a könyvnek, amit ne én vállalnék fel, mert semmifajta hatás. Sőt, inkább még majdnem az volt bennem, hogy véletlenül se legyen az, hogy egy gyerekkori jó barátnak a felmenőjéről tulajdonképpen én túl pozitív képet adjam. Mert akkor abban a pillanatban a mi barátságunknak az a 66 éve, akkor az elmegy. És ezt nem is kockáztattam volna meg. De én tudtam, hogyha mi csak egy célzást tennék, abban a pillanatban mi összeveszünk. Tehát én tudom a Lacinak az elveit, ő ismer engem, nyugodtan mondhatjuk, hogy finoman fogalmaztál, igen, nem az életről, az élet politikájáról más a felfogásunk, gyökeresen más, de mégis a barátságunk az mindig sokkal erősebb volt. És amikor
A könyvben kényes témákhoz értünk, mert azért vannak kényes témák, amikor ő is hallgatott, amikor nem kellett volna hallgatni, akkor én ugyanúgy ezt a negatívnak tűnő dolgot én ugyanúgy leírtam. Tehát megtehettem volna azt, hogy kihagyom azt a mondatot, de én tudtam, hogy akkor azért kaptam volna kritikát a barátomtól, hogy miért nem írom el. És ez azt mondom, hogy így helyes. Egyébként a környezeted mit szólt ahhoz, hogy egy ekkora fába vágtad a fejszédet, Zoli? A közvetlen környezeted mondjuk. Család? Elég muszáj eszint. Lehet, most már visszaköltözött a család. Hogy készít? Voltak gondok, de akik ismernek, nem vagyok a mai modern technikának a nagy tudora, és emiatt néha segítségre, néha mindig segítségre szóltam, és hogyha még nem kaptam meg, vagy nem úgy kaptam meg, akkor már volt, amikor esetleg én is türelmetlen voltam. Hát voltak tagadhatatlan, voltak olyan pillanatok, amikor nem éppen örömmel írt az ember, mert valami miatt nem olyan kedve volt, de meg kell mondanom, hogy egy másfél éve már láttam a végét, és akkor úgy megnyugodtam. Ja, ezt is akartam kérdezni, hogy mennyire tudod beszippantani ez a munka, mert én azt gondolom, hogy az alkotás folyamata az nem így működik, hanem amikor az ember elmerül és dolgozna, akkor közben mondjuk máshol vannak a bevezettségei. Ezt hogy tudod megoldani? Hát, nem tudom, hogy ez majd kiderül, hogyha jól oldottuk meg, akkor jó vélemény lesz, ha nem jól oldottuk meg, akkor nem jó vélemény lesz. Számít egyébként? Te mit gondolsz erről, hogy a visszajelzések nyilván, de az, hogy kinek mi a véleménye? Mennyiben fog ez neked dőlni? Aki kritikát mond, annak tűnni kell a kritikát. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy a könyveket az olvasó az értelmezi, és ha nem ért fel egyet, akkor nem tetszik neki. Tehát én ezt, hát állom, mert ez az élet, nem? Igen. Tehát fölösleges azért dicsérni valamit, hogyha az nem az. Mert legyen ez szó, az mindig jobb, mint a félig udvariasság. Akkor most már elfogadod azt, hogyha azt megkérdezném, hogy miután téged szólítottak már szerintem életed folyamán képviselő úrnak, alpolgármester úrnak, tanár úrnak, Zoli bának, edző bának. Foci meccsen másként is. Akkor most mondhatjuk rád azt, hogy író úr is vagy? Mert hogy ezzel indítottuk egyébként. Nem, én nem tartom. Ahhoz gördülékenyebben kellett volna meccse egyéb. Akire azt mondjuk, hogy író, az fele annyi idő alatt szerintem megírta volna ezt a könyvet. Tehát ez egy nagy tanuló év volt, vagy nagy tanuló évek voltak. Én nem tartom magam, én egy helytörténeti munkának a megfogalmazója vagyok. Ennyi. De szóval nem álszerűség, tényleg. Az íróban benne van az, hogy ugyanazt a dolgot sokkal rövidebben, ütősebben esetleg kifejezik, tehát én belőlem ez a tehetség, ez azért hiányzik. Én jobban a történelmi hűséggel mentem rá, és én azt nem tudtam színezni, megmondom őszintén. Lehet, hogy ezért egy kicsit ilyen pozitivista féle történelem, hogy sok tény közel az ember, mert az is fontos, és én rábízom több esetben is az olvasóra, hogy ő ítélje meg ezt a szemét. Uh-huh. Tehát én vezetni szerettem volna az életében, milyen állomások vannak. Mondtam én is véleményt, mert végül is kimondtam az utolsó sorban, hogy ki volt ő. Ott mondtam igazából véleményt. Én tényleg. Nem volt. Lehet? Hogy? Biztos sokak által ismert ez a
pillanat. Illyés Gyula gondolataival fejeztem be. A Gágaszó halála után 7 évvel írta a kis ilyen tanulmányféle, kis rövid regényét, a Ki a magyar című művében. És megfogalmazza Illyés Gyula, hogy ő mit tart magyarnak. Magyar az, aki bátran szembenéz a nép bajaival, a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a szabadságot ma is minden téren meg akarja valósítani. Aki a népnek műveltséget, egészséget, jólétet akar. Aki a földművesnek földet, a munkásnak méltó hasznot, mindenkinek emberi bánásmódot kíván, egyéni érdekei ellenére is. Aki egy nyomorult, éhező vagy jogfosztott láttán saját magát is sértve érzi emberi, magyar mi voltában. Mit mondjak még? Hogy minél szabadabb legyen, anélkül, hogy embertársainak szabadsághoz való jogát megsérteni. Magyar én előttem az, aki nem bírja a homályt sem a börtönben, sem a gondolatban. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, időn a szó már nem használ az igazság elfogadására. Minden nép közösség, jó magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek. Gágasztó magyar ember volt, és jó tagja volt a nemzetének. És én ezzel fejeztem ki tulajdonképpen az ő életét, hogy én tisztelem, mert tényleg egy nagyszerű ember volt. Egyébként ugye most lehetne arra is beszélni, hogy akkor valahol, mint hogyha a régi középkori városokban volt egy rivalizálás, hogy melyik város legyen a szent. És azért szemesen én úgy tudom a Hunyadiak, Hunyadi grófok ugye, itt a környéken a Ordacseibe is, és a Szőlős Györökbe Jankovics. Iván, jól mondom, mert ezt jobban tudod. Akkor Szaploncai Manó volt ugye Hunyadon, a Bératerep, és itt Bogáron pedig Gágaszton, de ne felejtsük a Simegi Vilmossal együtt, tehát volt segítőtársa. Itt vetélkedtek egymással, hogy melyik helyen, melyik balatonparti helyen legyen a több vendég, melyik településnek van szebb strandja, szebb sétánya, és ez egy nagyszerű dolog volt, hogy együtt voltak a vezetők, együtt voltak az emberekkel. Járási székhely is legyen. Ja, járási székhely is. Igen, azon is ment a vita. És ilyen értelemben azért kicsit az osztály, amelyet jó pár éven keresztül azért megbélyegeztek a semmitevésért, ez így nem igaz. Ez tényleg nem igaz. Tehát a nemesség között is volt, aki külföldön élt, és nem olyan foglalkozott a magyar uradalmaival, vagy földjeivel, mert az emberi megtették, de voltak itt olyanok, akik pedig azt szerették volna, hogy a saját településük legyen szebb, mint a másik. És ez egy nagyon szép, egy városi, és nemes vetélt, igen. Akkor azt most mindenképpen meg kell kérdezzem, hogy van most Boglárnak Gágasztona? Más történelmi korszakban. Nem biztos. De a történelem adja a lehetőséget arra, hogy legyenek Gágasztonok, nem? Tudom, nem így visszakérdezni. De a Gágasztonoknak ki kell nőni, nem? Biztos, hogy több olyan boglári ember van, aki saját érdekein felülemelkedve a város kulturális életéért, a sport életéért, még soha tovább tesz, és eddig is tette. Csak ebben teremben is tudnék mondani én sok olyan vezetőt, aki fontos vezetői feladataik mellett sportköri elnökök voltak, és köszönjük Dénes igazannak idején, de mindig is voltak olyan személyek, akik többet tettek a városért. Most, hogy ma mennyien vannak, hát ezt ítéljen be a város. Szóval. Hát akkor elvileg, ahogy hallom itt a felsorolásból, azért vannak készülőben lévő Gágasztonok. Dolgoznak készülőben. Igen, biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek
alkotó munkáját csak dicsérni lehet és gratulálni kell nekik. Tehát itt a helytörténetre gondolok, jelen is van a Horváth Iván, aki nagyon sokat. De azért nem akarok én nevet mondani, mert ha valaki kiad az ember, akkor is benne van akkor a... A nézők soraiban találkoztam nagyon fiatal pillantásokkal is, akik ráadásul a te unokáid. Mit mondanál nekik, hogy te nagy munkát összegezve? Milyen jó tanácsot adnál? Tehát azt mondta, kicsit kihegyezve, amit tőle beszivárgott a szívedbe. Becsületesen tanuljanak, szorgalmasan, és a munkájuk is olyan legyen, hogy nem csak a saját, hanem a közösségi életét is javítsa. Hát ezek nagyon fontos dolgok, hogy a közösségben is tevékenyek. Esetleg kérdésük van-e Zolihoz könyvvel kapcsolatban? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye a mai politika meg az akkori politika kicsit más azért, illetve hát ne felejtsük el, hogy ő országos politikus is volt. Tehát országos politikus volt, hiszen ő a nemzetgyűlés elnöke volt egy évig, 1921-22-ben, tehát az országgyűlés elnöke volt. Ugye? És akkor amellett még a nagyatádi Szabó Istvánféle kisgazdapártnak is volt az elnöke, tehát országos elnöke volt. Két párt alapításában is részt vett, a Magyar Agrárpártot ő alapította 1926-ban, és ő részt vett ugye a kisgazdapártnak, az új kisgazdapártnak 1930-31-es országos fölfutásában. Tehát még a kezdetben nem felmérték, hogy vezesse ezt a pártot. Tehát mindenféleképpen ugye amellett, hogy ő buglári politikus volt, de hát az országos. És ott felhívnám a figyelmet, esetleg én is nemrég néztem meg, hogy a temetéséről a korabeli filmhíradó az beszámolt, és azt az interneten meg lehet nézni, vagy azt hiszem a YouTube-on meg lehet nézni. A temetéséről egy részlet, az akkori filmhíradó, és óriási nagy temetése volt a Gasztonnak akkor. Köszönöm szépen, Tibi. Esetleg kérdés hallgatóságnak az Oli felé, vagy hozzánk? Inkább az Oli felé. Azt szeretném megkérdezni, hogy a könyv a politikus Gárgasztorról szól, vagy pedig azért van benne a civil, az családapa, a boglári nemesem, földes úrról is, vagy csak inkább a politikai, politikus nemesem. A könyvet úgy próbáltam szakaszokra gondolni, hogy az első részben, hogy külön a megyei, külön az országos politika és a helyi. De a végén a családról, mint apáról is, meg közéleti személy, igen, írtam. Bár hozzá kell tennem, hogy az ő maga a tanulásáról, tehát egyszerűen a gyerekkori anyagok nagyon szűkösek. De nem csak neki, hanem a testvéreiről is. Tehát ez kicsit meglepett engem, de még a fiáról, még az Olivierről azért lehet, de nem ő volt a fő téma. De úgy nem nagyon szeretett ő a családjáról beszélni, de szerette nagyon a családját. A kutyáját szerette, ugye, de tényleg amikor... Akkor ugye sokan nem tudják, hogy a kopaszdombot tulajdonképpen ő maga is reggelente felkelt és öntözte. Itt is van egy tévhit, hogy nem engedte fel az embereket a várdombra. Mert hallottam mostanában is írta, a kutyás embereket nem engedte fel, mert féltette a fáit, de különben, mint magántulajdon, de ha valaki bejelentkezett, bárkit felengedett. Mert nekem is mondták, hogy valahol olvasták, és itt helybe írták le, hogy miért nem engedte fel a várdombra. Egy óriási munka volt a kopaszdombot befásítani. És amikor itthon volt Bográlon, akkor 4 órakor fölkelt, felment a hegyre, és
saját maga öntözte a fákat. Hát, hogy az, hogy meg szerette az asztalosság, de ott is csak két mondat van róla. Tehát az a baj, hogy maga az ember, amikor meghal és írtak róla, majdnem minden újság írt Magyarországon. Itt ez volt a feltűnő, hogy nem volt olyan lap, aki tulajdonképpen már a betegsége és a halála közötti egy héttől napi tudósítás, és nagyon kevés van kimondottan a családi, meg az emberi tulajdonságra, vagy a történésekre. De mégis azt gondolom, hogy a feldolgozás közben azért elég sok olyan vonást ismertünk meg, amiből ugye ezek a jellemek mindenki kijöttek. Hát, igen. Azt tudjuk, hogy ez megint olyan dolog, hogy baráti kapcsolat, de baráti kapcsolatokat is átszőtte azért a politika. Mert a Pallavicini volt a Dunántúlnak a kormánybiztosa, barátságban voltak, és azért ez a barátság, a megbízhatóság volt, hogy a Pallavicini őt választotta, mert benne bízott meg, összejártak. De mondjuk ennek a ismerettségnek, meg a barátságnak is a mélységéről nem lehet. Nincs olyan. Vagy én nem találtam. Azért mondtam, hogy folytassa valaki, és lehet, hogy megtalálja. Nem tudok többet mondani, mert én ennyit találtam. Akkor lehet, hogy végszónak ez tökéletes is lesz, hogyha valakit megtalál ez a téma, akkor ő neki folytathatná. Kívánom egyébként őszintén azt, hogy legyen benned erő, Zoli, akár neked is. Hát kiépült az a rendszer, aki segít neked. Azt gondolom, hogy ez már megoldott kérdés, ez már bevett gyakorlat, úgyhogy Izlandon, ennek utána olvastam, azt mondják, hogy minden ember gyomrában van egy könyv. Tiédből egy már megszületett. Őszintén kívánom, hogy maradjon meg az érdeklődés, és akár szülessen még egy. De mindenképpen ehhez a nagy munkához, ehhez a merész vállalkozáshoz gratulálok. És hát jó egészséget kívánok, és bízom benne, hogy az olvasók is azzal a kritikával, építő jellegű kritikával illetnek, ha van, amerre te válsz. Jó egészséget és jó munkát kívánok. És reméljük, hogy kedvet kaptak a könyv elolvasásához. Kívánunk hozzá, nem mondom, hogy jó szórakozást, hanem mélyüljenek el a történelemben, a helyi történelemben és Zoli fogalmazásmódjában. És köszönjük szépen a vendégek, itt voltak, és Katona Ferenc barátunk sajnos betegség kapta el, de mondta, hogy itt van, hiszen egy kiváló borász, és ezekkel a kiváló nevükkel köszönjük meg vendégeinknek, hogy eljöttek, és megosztották gondolatokat velünk, fogadják el előtted ezt a pár cseppet. Köszönöm szépen. És köszönöm a Zolinak is, hogy a lehetőséget biztosított itt a megnyilvánulásunknak. Köszönöm szépen. Én még arra szeretném megkérni önöket, ne menjenek el, a másik részbe készültünk egy kis fogadással, pogácsával, szendvicsekkel, Zoli családja jó voltából, egy kis... Az egyesület is. Az egyesület. Egy kis borral, ásványvízzel, illetve a könyvet a kolléganőmnél meg tudják vásárolni 3200 forintért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Zoltánnak is megköszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Fogel Tibor úrnak is ennek köszönjük. És még hagyd mondjam el azt egy záró mondatként, hogy a Kossuth Klub, igazából a Balatonbogári Városvédő Egyesület
Berkeim belül működik, és azt is tudni kell, Zoli a könyveket átadta a Városi Egyesületnek, és hogyha ezt megvásárolják, akkor egyesületeket támogatják. Köszönjük szépen előre is, és rádi szép estét mindenkinek, és legyenjük! Még mondani egy mondatot szerencsétlen gyerekeknek, akkor ezzel most élek megint csak. Hála Isten, sokat köszönhetünk a volt tanítványaink közül is itt, és ezt nagyon-nagyon nagy melegség járja át a szívünket ilyen esetben, úgyhogy köszönjük, srácok. No, kettő mondatot szeretnék már csak, ez is egy ilyen tipikus szólásom. A Zoli az elején egy idézetet olvasott fel önök számára, ami a filmnek a hátulján megtalálható. Azonban én úgy érzem, hogy még két rövidebb idézet hiányzik róla, ez elmaradt, és azt gondolom, hogy zárásul ez tökéletesen megfelel azok után, hogy azt picikét javítom Zolit azzal, hogy a Bacsák Siófoki Szakképzési Centrum, Bacsák György Technikum és Szakképzőiskola vagyunk, de semmi jelentősége nincsen. Tanári Gárdából vagyunk itt egy páran, tehát itt csak egy pici név baki volt, de annyit változott az iskola neve az elmúlt időszakban, hogy nem csodálom, hogy esetleg ez nem ragadt meg. Két idézetet szeretnék, mint egy ajánlásként felolvasni önöknek. Az írás nagyon szépen tükrözi Gál Gaston elveit, életszemléletét, igazságérzetét, felszólalásainak morális tartalmát. Ezt mindenképpen szerettem volna önöknek felolvasni, mert hogy ezzel a kis idézettel én azt gondolom, hogy célszerű a kezünkbe venni ezt a könyvet. A másik pedig az, amit én személy szerint, megmondom őszintén, a Zolira találtam, egy Pázmány idézetet, ami úgy gondolom, hogy most nyeri el a méltó helyét, itt az előadásnak a végén, vagy a könyvbemutató végén. Mert azt a tanítót böcsüli nagyra az Isten, aki cselekszi, amit tanít, és mind nyelvét, mind pennáját, szíve gyökerének tentájába mártván úgy szól, amint szíve járása vagyunk. És ez az a tanító. Két mondatot szeretnék mondani, mert azt hittem, hogy még erre lesz lehetőség, csak aztán a téma elmen. Akinek az idézetét felolvastak, egy nagyon kedves hölgy, páromnak az édesanyja, és úgy higgyék el, hogy minden 20-30 oldal után kérte, hogy küldjük el a könyvnek azt a részét, és ő volt az, aki végigolvasta elsőként a könyvet, és jobbító kritikával illette, ő is a néphangja volt, és amit nem értett, akkor mindig szólt, hogy Zoli, itt valami probléma van. Tehát ezt a rendes időbe kellett volna elmondanom, de valahogy elment egy kicsit a téma, de itt is Piroskának nagyon szépen köszönöm, mert úgy hívják a hölgyet, hogy nagyon sokat segített nekem ezzel. Én is mondok egy mondatot, egy homorot a könyvvel kapcsolatban, és hogy megemlítette Piroskát. Zoli, az anyós ott van a vejénél, és nagyon szeret olvasni, mindent elolvas már, és egy hazaír a veje, és mondja, de fiam, már minden könyvet elolvastam, nem tudsz ajánlani valamit? Egyet még nem olvasott mama. Melyiket, fiam? A Menetrendet.